Képhang rendben remélhetőleg. Szevasztok, köszöntelek benneteket. Élőben a Restartot látjátok, megkezdjük a foglalkozást. A legszélső helyett az egyel beljebbi legyen PFL-be, kedves Dániel. Köszönöm szépen. No kérem, vannak elérhetőségeink a műsor természetesen, mint mindig élő, vagy hát a mindig az túlzás, de gyakorlatilag szinte állandóan. És ha már mindigről beszéltünk, például mindig tévén is tudtok bennünket egyébként nézni, vagy tévében, vagy interneten keresztül, például Facebookon, facebook.com/fixhd, ha ide feljöttök, akkor az adásunkat live-ban is nézhetitek a Facebookon, és ott hozzá is szólhatok, ha van kedvetek, tegyétek ezt. A Facebook videó mellé, Facebook live videó mellé lehet írni a kommenteket. Én ezeket természetesen itt a műsor folyamán figyelem, és majd jól válaszolok rá, ha kérdés hangzik el, ha pedig csak hozzászólás, akkor azokat is majd kommentálom. Tegyétek ti is ezt, a legfrissebb IT újdonságokra foglak benneteket megismertetni, aztán utána lehet akkor kérdezgetni, jó? Illetve már közben is nyugodtan jöhetnek a hozzászólások, én is már figyelem, ugye mostanában úgy csinálom, hogy nem végigolvasom a híreket, hanem inkább közben is várom a reakciókat, illetve figyelem, hogy miket reagáltok. Skype-ot is elindítom, tehát akár ott is rögtön hozzá tudtok szólni. Fix TV Hungary, így tessék bennünket keresni, vagy tv.fixhd, ha úgy egyszerűbb, kinek melyik Skype-ja van, ugye itt most már mindenféle verziók vannak. Egyiken ez működik, másikon az működik, szerintem mostanában már egyébként a legfrissebb asztali verzió lesz az, amelyiket mindenki remélhetőleg használni fogja. Kezdjük rögtön a Chrome-mal, illetve a Google-lel. Felháborodtak ugye a felhasználók a 69-es kiadás esetén, hogy magától belépteti ugye őket a Google, és persze hát állítólag ugye sokan azt gondolják, hogy mindent innentől kezdve logó a figyel, ami azért részben van csak így. A Chrome 69-el kezdődően ugye a Google a szolgáltatásaiba való bejelentkezés egyet jelent a Chrome-ban történő automatikus bejelentkezéssel is. A dolog óriási felháborodást váltott ki a felhasználók körében, ezért a Google mérnökei gyorsan rámutattak, hogy a Chrome-ban történő bejelentkezés még nem jelenti azt, hogy a böngésző egyből minden felhasználói adatot feltöltene a Google szerverére. A jelek szerint ez nem volt elég megnyugtató, és ezért a Google úgy döntött, hogy visszajelzések alapján módosítani fogja ezt a lehetőséget. Ennek megfelelően bárki kijelentkezhet majd a Chrome 70-es verziójától kezdődően az automatikus bejelentkezés lehetősége alól, majd ott fogjátok találni ezt szépen a beállítások között. A Google az újítással könnyebbé szerette volna, vagy szeretné tenni egyébként a felhasználók dolgát, és jelezni számukra, hogy egyes szolgáltatásaikba be vannak jelentkezve. A Google mostani gesztusa ellenére az automatikus bejelentkezés továbbra is aktív lesz alapból, de most már legalább ki lehet kapcsolni, ha ez valakit esetlegesen zavarna. A kezelőfelület is egyértelműen jelzi majd a jövőben, hogy a böngésző szinkronizálja az adatainkat, avagy sem a Google szerverei felé. A magánszférát erősíti, hogyha a Chrome 70-estől kezdve töröljük majd a sütiket, akkor a Google sütiket és mindent, ami gyakorlatilag a követéshez tartozik, lehet törölni majd a Chrome böngészőn keresztül. Sokaknak ez furcsa, nekem is furcsa volt először, mert ezt nem is tudtam, mint új feature, hogy ez majd már ugye, vagy hát majd, hát annó, amikor a 69-es verziót a hónap elején kiadták, hogy ez ezt műveli, és meglepődve tapasztaltam, hogy én nem jelentkeztem be a Chrome-ba, mégis be van jelentkezve, méghozzá úgy, hogy csak a Gmail-embe jelentkeztem be, vagy a Google Drive-on, vagy tök mindegy, és mégis azt vettem észre, hogy maga a Chrome is bejelentkezett, ami egyébként tök jó dolog, mert tényleg a könyvjelzőktől kezdve mindent szinkronizált, tehát én szeretem ezt a funkciót, csak sokaknak, ugye, ha nehogy ma ilyet csináljon, ugye sokan nem szoktak bejelentkezni pont abból kifolyólag, hogy ne kövesse őket a böngésző, pedig szerintem érdemes, mert a keresési előzményeitől kezdve mindent logol, hál' Istennek, és ezt szerintem most a pozitív értelmében kell tekinteni, mert bármi visszakereshető innentől kezdve. Tehát ez megint csak a saját érdekünket szolgálja, persze sokan nem szeretik ezt a funkciót. Ők kikapcsolhatják majd a jövőben, illetve most is ki lehet kapcsolni gyakorlatilag ezt a funkciót.
Megyünk tovább. iPhone, mostában sok szó esik róla, úgyhogy most is kell, hogy beszéljünk róla. Állítólag az év hátralevő részében mélyrepülést vetnek majd az iPhone 10S, illetve 10S Max eladásai, méghozzá a vételárak magas mi voltja miatt. Mostanra számos jelentés került elő, amelyek szerint az iPhone 10S iránti kereslet teljességgel kiábrándító. A 10-es Max ugyanakkor elég jól megy, 4-szer annyit vásárolnak belőle, mint a kisebb modellből. Iparági források szerint azonban az idei év hátralevő részében mélyrepülést vesznek majd mindkét modellnél az eladások. Az iparági források és szakértők azért számítanak az eladások jelentős csökkenésére, mert az Apple új csúcskészülékei iszonyatosan drágák. Magyarországon egyébként a legdrágábbak. Tim Cook úgy vélte, hogy ez nem olyan nagy baj, ugyanakkor a jelentések szerint az eladások kezdeti értékei nincsenek olyan szinten, mint a korábbi generációknál. Állítólag a fejlesztések hiánya és az extrém magas vételárak árnak mindennek a hátterében. Mindez arra kényszerítheti az Apple-t, hogy jóval kevesebb készüléket kérjen majd a partner gyártóktól. Az elemzők szerint minden esetre az iPhone XR lehet a nagy sláger az idén, és megmentheti az almás vállalatot az eladások tekintetében. Az iparági források ebben már egyébként annyira nem biztosak, ennyiért ugyanis sokkal jobb androidos csúcsmodelleket lehet vásárolni, ami tény és való. Az elemzők várakozása szerint ugyanakkor, ha durván visszaesik a kereslet az iPhone 10-es, illetve 10-es Max iránt, akkor az Apple lejjebb fog adni a 75-80 milliós iPhone eladásból, de elemzők szerint még az is lehet, hogy ez nem így lesz, tehát hogy ettől függően hozni fogja ezeket a számokat. Mivel ezek átlagára magasabb lesz, mint valaha, ezért ugye a negyedik valószínűleg megint történelmi pénzügyi rekordot fog az Apple-nél jelenteni, akármennyit is adnak el belőle így az első körben. És hát nézzük, megérkeztek azok az adatok is, hogy mennyit is keres az Apple egy-egy iPhone-on, mindjárt mutatom is nektek, ha megtalálom, mert annyi hírt gyűjtöttem megint össze, hogy, hogy megint elveszek itt a történetben. Igen, itt van, csak meg kellett találni. Elképesztő mennyiségű haszon van egy-egy iPhone-on. Ugye közismert dolog, hogy az Apple igen rendes haszonnal árulja mindig gyakorlatilag a készülékeit, illetve minden termékét, de még így is meglepő lehet, hogy mennyire sok pénzt keresett a vállalat a legújabb modelleken, még ha az eladások nem is hozzák a jósolt számokat. A hónap elején bemutatott iPhone készülékek legdrágább változatának állítólag minden egyes példányát közel 3-szor annyira adja el a cég, mint amennyiben annak előállítása kerül. Legalábbis ezt állítja a Tech Insights, ami összeszámolta, hogy mennyibe is kerülnek az új csúcstelefon alkatrészei. Ezek szerint a kisebb modell, az iPhone 10-es előállítása $395.5 kerül darabonként, míg a nagyobb telefon az iPhone 10-es Max legkomolyabb változata, tehát ugye a legdrágább változata, $343 fájhat az Apple-nek. Ehhez képest ugye közel $1500 adja, tehát ez a háromszoros szorzó is kicsit szerény megfogalmazás akar lenni. Mutatok nektek egy, hát ebben nem tudom mennyi fog látszani, megpróbálom ezt egybe megmutatni, aztán majd utána, ha jól látjátok, nem tudom, mindjárt kiderül, hogy jól látjátok-e. Igen. És akkor belenagyítok, jó? Tehát itt vannak az egyes alkatrészek, és az alkatrészeken belül, hogy ugye melyik telefon mennyit is ér. Belenagyítom, mert én sem látom, tehát hogy nem, hogy ti, én sem. Itten van, kérem szépen. Nézzük először a nagyot. Ugye a 443 forint, mi az dolláros ár, így vannak szépen. Azonban nem tudom, mert itt vannak oldalt leírva, hogy melyik alkatrész micsoda. Tehát ugye elektronikák, memória, kijelző, kamerák, az aksi, minden kutyafüle. És akkor gyakorlatilag úgy jön ki az a $443 ár, ami hát azért nem 1500-1450 dollár, hát a másik egy kicsit szerényebb árakkal rendelkezik, de hát az is azért
elég durva felár, hogy úgy mondjam. Persze ezt senki nem várja el egyébként, hogy ugyanannyira adja, mint amennyiből megcsinálja. Tehát ezt azért gondoltuk, hogy kell némi haszon. A cégek ugyanis ebből élnek. Na de azért mindennek van, azt gondolom, határa. Mindez azonban semmi ahhoz képest, amennyire a cég a vásárlóinak adja el. Ugye a készüléket, az iPhone 10-es ugyan kisebb kiadásban is $1000 kerül. A szóban forgó 256 gigás iPhone 10-es Max pedig már $1450 kerül. Szerintem az nem az, az az 512 gigás. Mindegy, előbbi 2,5-szerese, míg utóbbi 3,2-szerese a mobilok fent vázolt belekerülési árának. Arányaiban a legnagyobbat egyébként állítólag a háttértárakon húz le, ugye az Apple, erről pont beszéltünk tegnap is, hogy közel 180 ezer forinttal többet kér, nem, 140 ezer forinttal többet kér, forintra átszámolva, ugyanazért a készülékért, hogyha mondjuk csak 128 giga van benne, de te 512-vel kéred, akkor az azt jelenti, hogy 140 ezer forinttal többet kell fizetni érte, ami azért elég erős szerintem. Úgyhogy ennyi. 64 giga helyett, bocsánat. Jó. Itt elég sok elírás van ebben a cikkben, de mindegy, mert itt is a 256-nál írja, hogy 7,5-szörös feláról adja. És ott ír $150, azért ez nem 100%-osan igaz. Ja, de igaz végül, csak az egyik dollárban, a másik meg már forintra, és az 5,12. Nem is a legdrágábbat emelték ki itt a cikkben. Na és hogy bírják az ütődést a készülékek? Hát eléggé rosszul, maradjunk ennyiben. Állítólagosan ugye jobban bírják, mint a tavalyi modellek, de azért nem célszerű ezt sem fejrejteni. A tesztek szerint továbbra is nagyon ajánlott védőtokban használni az új készülékeket. Az Apple néha olyan dolgokra, olyan dolgokat mond a termékeinek bemutatóin, amik a valóságban azért nem állják meg teljes egészében a helyüket. Nos, ez az új iPhone-ok kapcsán is valahogy így van. Jack Nelson, a népszerű Jerrying Everything csatornán már bemutatta, hogy az Apple az állítása ellenére nem használt erősebb védőüveget a készülékein, mint legutóbb. Ugyanerre a következtetése jutottak a Square Trade-en is, illetve még vagy számos egyéb más ilyen teszt oldalon, teszt YouTube influencerek. Ugye tudományos robot segítségével dobálták különböző szögekből le az iPhone 10-es, illetve 10-es Max készüléket, és hát azért az eredmény az önmagáért beszél. A legstrapabírók üveg kifejezés sajnos nem állja meg a helyét, egyetlen hátlappal lefelé történő becsapódás is tönkreteheti a teljes OLED kijelzőt, és magát a hátlapot is, tehát hiába így esik le a telefon, most nem látjátok, itt a kijelző, itt a hátlap, hiába így esik le a telefon, akkor is összetörhet a hátlap, mert hogy ugye az egész készülék beleremeg, és az ütődéstől, hoppá, összetöröm így a saját, az ütődéstől gyakorlatilag a teteje is ugyanúgy megreped, illetve a belső alkatrészek is eltörnek. A teszteken az iPhone 10-es egyenesen darabokra esett, az oldallal történő becsapódásnál nincsen olyan nagy baj, ugyanis a rozsdamentes acél azért elég jól védi a telefont. Tehát ha így oldalt esik le, akkor olyan nagyon nagy baja nem lesz a készüléknek. Hasonlóan jeles a készülék vízállósága is. Sört is remekül bírja, tehát nyugodtan le lehet önteni. Sörrel a tesztek során 138 üveg sörben merültek el az új modellek, tehát ennyiszer merítették őket sörbe, és nem áztak be a készülékek. Az iPhone 10-es összességében erősebb lett, mint a tavalyi X modell, vagy hát 10-es modell. Az iPhone 10-es Max pedig a kisebb testvérét is lekörözte. Tehát ténylegesen azért, ha globálisan nézzük, akkor valóban strapabíróbb. A védőtok használata azonban, ahogy már az előbb is mondtam, igen erősen ajánlott, mert azért ezek elég drága készülékek ahhoz, hogy csak úgy hupsz, véletlenül lejtjük, és akkor most oké, hogy a teszteken lehet, hogy nem úgy törik össze, de nálad biztos, hogy össze fog törni, ismerjük ezt a történetet, ugye a technika ördöge nem alszik, vagy nem tudom, Murphy mindig ott van velünk. Az ördög nem alszik, bocsánat, technika ördöge, na, ennyire kocka vagyok már. Ebbe is már valami technikát, ugye, látok bele. Jó, menjünk tovább egy-két
érdekességgel lépjünk túl az iPhone-okon. Jöjjenek az Nvidia új videókártyái, amiről már elég sokat hallhattunk, de igazából tényleges információkat még mindig nem tudunk 100%-os, annyit tudunk, hogy már nem kell sokat várni az új GeForce 2070-es, RTX 2070-es változatára, ami ugye egy nagyon brutál videókártya. Jó és rossz hírrel is szolgált a vastag pénztárcával rendelkező számítógépes játékosok számára az Nvidia. A jó hír, hogy ha minden jól megy, akkor október 17-én kezdődik meg a $499 induló GeForce RTX 2070-es videókártya forgalmazása. A belátható jövőben, ha ez lehet ugye a vállalat legolcsóbb valós idejű sugárkövetésre, tehát ray tracingre alkalmas videókártyára. Sajnos a független teljesítmény tesztek csak egy nappal a termék kiadása előtt válnak majd elérhetővé, ráadásul egyelőre nem világos, hogy az RTX 2070-es vagy 2070-es milyen teljesítmény nyújt majd a játékokban. Ettől függetlenül feltételezhető, hogy ugye a 2560x1440-es pixel felbontásban is képes lesz megbirkózni a legújabb játékokkal, futtathatóak lesznek rajta a magas minőségi beállításokkal és 60 FPS-es képkocka sebesség mellett a legújabb játékok. És jön a rossz hír, a GeForce RTX 2000, vagy a 2080-as Ti, ugye, ami ennek a csúcs változata. Ez erről viszont továbbra is rendkívül limitált, előzetes ígéretek ellenére. Az Nvidia még az előrendeléseknek sem képes majd mindenhol megfelelni, és ugye kiszállítást ígérni a videókártyájukhoz. Noha a termék egy hetes halasztás után igazából ma várt elérhetővé a boltokban, azért még nagy valószínűséggel itt Magyarországon, ezért erre még egy jó pár hetet várni kell, hogyha valaki ezt a készülékét szeretné, vagy ezt a készüléket szeretne majd készüléket, tehát mi az videókártyát szeretné majd magának tudni. Október 5 és 9 magasságában lesz nagy valószínűséggel a webshopban elérhető, úgyhogy onnantól kezdve rendelhető meg, de mint mondtam, késnek valószínűleg a kiadással. Lesz belőle egyébként egy Founders Edition változat is, hogy ez pontosan mit jelent, ne kérdezzétek, mert én ehhez már hülye vagyok. Aztán régóta revesgetik, hogy az Honor márka, mint úgy kiválik a Huawei-ből, és önálló márkaként lesz jelen a piacon. Igazából most is teljesen önálló márkaként kezeli a Huawei, de hát azért az övé. És most hivatalosan is megerősítették, hogy nem lesz egyébként önálló, legalábbis cég, hanem ugyanúgy a Huawei égisze alatt fog majd a továbbiakban is futni ez a márka. Az Honor, vagy Honor, ha úgy jobban ismerjük, a következő néhány évben betörne a világ 5 legnagyobb okostelefon gyártója közé. Ennek ellenére az Honorból sosem lesz önálló vállalat, vagy legalábbis ezt azért ne kiabáljuk el, nem lesz ez a lényeg. Az Honor még egyébként 2013-ban hozta létre a Huawei egy olyan márkaként, ami a fiatalabb vásárlókra, illetve az online eladásokra koncentrál. Azóta valósággal kilőtt, eladásokban remekel, és többek között az ő eszközeinek köszönheti a Huawei, hogy a világ második legnagyobb mobil gyártójává vált gyakorlatilag. Emiatt aztán egész szépen szaporodnak a pletykák, amelyek szerint a Huawei önálló cégként vinné tovább az Honort. Az elnök viszont nemrégiben elárulta, hogy a Huawei és az Honor a jövőben is együtt dolgoznak tovább, vagyis minden marad úgy, ahogy volt, vagy ahogy most van. Az Honor működése jelenleg egyébként független, ugyanakkor kutatásfejlesztésben nem önálló vállalat. A Huawei ad mindent a cég keze alá, ennek hála agresszív árazással dolgozhat, és megszorongathatja a verseny és versenyképességre koncentrálhatja ugye a többi gyártót. Úgyhogy ennyi. Ha valakinek még ez is újdonság, hogy egyáltalán egy cégről beszélünk. Úgy bár. No, és hát akkor egy rossz hír a Facebook videó nézőknek, akik már ugye YouTube-ról lehet, hogy átszoktak a Facebookra, érkeznek a videók közötti reklámok a Facebookra is most már. Újabb 21 országban
válnak elérhetővé a reklámszünetek, amiket ugye megszakítják az adott videót. A régi szép időkben az internetes videók egyik legnagyobb előnye volt a tévéadásokkal szemben, hogy ugye reklámszünetek nélkül lehetett végignézni az érdekes tartalmakat, ez mostanra megváltozott, többek között ugye a YouTube is régóta reklámspotokat szúrogat a megfelelőnek ígért vagy ítélt videókba, és bár ezek jókora része szerencsére 5 másodperc alatt tovább nyomható, azért mégis néha idegesítő tud lenni. A Facebook még csak tavaly év elején kezdte el másolni a módszert, a hosszabb videók esetében fél időben kezdett el reklámot beszúrogatni a videókba. Ez hazánkban eddig senkinek sem tűnt fel, hiszen egészen a közelmúltig kizárólag az USA-ban volt elérhető ez a fajta hirdetési forma, bár én egyébként már egyszer találkoztam ilyennel, nem tudom, hogy miért. A múlt hónapban kezdődött meg egyébként a nemzetközi bevetése, méghozzá az Egyesült Királyságban, Írországban, Ausztráliában és Új-Zélandon elsőként. A közösségi hálózat most büszkén bejelentette, hogy a reklámszünetek bevezetésének második köre jóval ambíciózusabbra sikerült. Most onnantól kezdve az angol mellett további 5 nyelven, francia, német, portugál, spanyol és táj nyelven, továbbá 21 országban teszi elérhetővé a reklámformátumot. Magyarország szerencsére még mindig nincs a támogatott piacok listáján, de a Facebook sietett leszögezni, hogy heteken belül további államokban is megkezdi majd a reklámszünetekkel boldogítani a felhasználókat, tehát ami késik, nem múlik. A most támogatott országok között van Argentina, Belgium, Bolívia, Chile, Dánia, Dominika, Köztársaság, Ecuador, El Salvador, Franciaország, Guatemala, Hollandia, Honduras, Kolumbia, Mexikó, Németország, Norvégia, Peru, Portugália, Spanyolország, Svédország és Thaiföld. Tehát aki ezekben az országokban néz YouTube videót, vagy YouTube, mi az, Facebook videót, hát ő már reklámokat fog valószínűleg látni. Vagy ha ilyen nemzetiségű videókat néz, az is előfordulhat, hogy abban látszanak majd ezek a reklámok. Nem mondom, én már egyszer láttam ilyet, lehet, hogy ez csak véletlen volt, vagy lehet, hogy valami olyan videót néztem, ami nemzetközi videót, és akkor ott már benne volt a reklám, de minden esetre már meg is lepődtem, hogy mi ez, hogy már a Facebookon is van ilyen. Úgyhogy hát most sokan felsziszennek, tudjuk, ismerjük, nem szeretjük a reklámokat, de hát valamiből ugye a tartalomfejlesztőknek, akik ezeket a reklám, vagy a, nem a reklámokat, akik ezeket a videókat létrehozzák, ugye meg kell élni, tehát igazából erről szól a történet. Bár szerintem a banner, tehát ugye a reklámban elhelyezett kis csík ott alul, az mindig konszolidáltabb, mint hogyha egy hangos képes reklám úgy megszakítja az adott videót. Jó. Na kérem szépen. De jó, kikommenteltem itt az összes egyéb hírt, amit hoztam, mert ezeket igazából holnapra szántam, és ezeket mindig így kikommentelem, hogy lemásolom magamnak, hogyha érdekesnek találom, csak nem akarom, hogy ugyanarról beszélgessünk holnap is, mint ma. Úgyhogy igazából ezeket szerintem akkor hagyjuk holnapra, majd ha esetleg pangás van, akkor belekezdek egy kis mondókában. De nézzünk hozzászólásokat, facebook.com/fixhd, és itt a live videó melletti hozzászólásokra koncentrálok. Itt van Laci, aki például írja nekünk, hogy ha látnám és el tudnám olvasni, csak megnyitom egy másik ablakba egy pillanat, mert az bármennyire is furcsa, de ott jobban olvasható, mint hogyha így kéne megnézni. Uno momento. Azt mondja, hogy... Na. Ó, oh, yeah. Lemegyünk akkor Laciig. Igen, délutáni matiné Vendivel, jó a műsor, köszönjük. Köszönöm szépen, rendesen. Matiné, hát azért. Meg már az igen, csak este van, teszem hozzá. Vagy hát, igen. Aztán... Jó estét kívánok, Vendi úr, ezt Szűcs Attila írja, szervusz Attila, Szűcs úr, Attila úr. Jesszusom. Na, aztán Niki írja nekünk, írná, csak nem tudom elolvasni, hogy szia, ez a harmadik nap, hogy a műsorodat hallgatom, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó. Hát Niki, örülök neki. Mindig tetszenek az ilyen hozzászólások. Ilyenkor úgy örülök. Kicsit el is pirosodtam, még jó, hogy le vagyok sminkelve. Aztán
Én 7 éve nézem ezt, Józsi írja. Még jobb, Józsi. Roland azt mondja, hogy szia, Wendy, szép estét. Eladósodnak az emberek és a világ ilyen árak mellett, amit egyes cégek kihoznak. Hova megy az emberiség ebben az irányban? 2100-ra egy iPhone, egy autó vagy egy kisebb apartman ára lesz? Mindenhol csak a haszon, 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 tömeggyártás 2-3 év múlva meg ki sem fizeted már, kukázhatod a csúcsmodellt, ez szomorú. Az az igazság, Roland, hogy maximálisan egyet kell, hogy értsek, meg igazad van, de ez igazából nem csak a gyártók, hanem ez úgy így működik a világ. Vad kapitalista világot élünk, és ez sajnos a haszon, a haszon, a haszon. Erről szól a történet. Egyébként ez a kommunizmusban is így volt, csak ott kicsit másképp, ugye emlékszünk, hogy jó öreg Lenin bácsi mondta talán, hogy dolgozni, dolgozni, dolgozni. Ugye? Tehát, hogy dolgozni kell, abból lehet megélni, a cégek meg ugye, hát ugye a kapitalista világban már ugye nem az államért dolgozunk, a állami jólétért, hanem gyakorlatilag a cégek saját maguk hasznáért dolgoznak, és ezért lesznek egyébként ekkora társadalmi szakadékok is, de most ebben nem menjünk bele, mert ez egy érdekes szociológiai kérdés, de ha megfigyeled, folyamatosan emelkednek az árak. Mindennek az ára emelkedik. Vannak persze kisebb visszaesések, most éppen nem azt éljük. Egyébként nagy valószínűséggel pár év múlva ez egy kicsikét úgymond konszolidálódni fog. Most egy olyan világot élünk, amikor egy picit emelkednek az árak, ez körülbelül szerintem egyébként ilyen 2020-21-ig fog tartani, utána egy picikét vissza fognak esni majd. Vagy nem feltétlenül visszaestek, hanem valószínűleg meg ugye feltornázzák addigra mind az átlagfizetéseket, stb. Tehát ugye, meg ez egyébként országfüggő is. Tehát nálunk, Magyarországon, igen, ezek a technikai kütyük drágának számítanak. Mondjuk azért máshol, pont tegnap néztünk ugye mondjuk az iPhone-ra vonatkozóan egy ilyen statisztikát, hogy például Svájcban 5 napot kell dolgozni egy iPhone-ért, Magyarországon 40-et. Azért van különbség. Ez azt jelenti, ha most nagyon leszűkítem, vagy leegyszerűsítem, akkor 8-szor annyit keresnek Svájcban, mint Magyarországon. Igen, kérem szépen, igen. Tehát innentől kezdve olyan társadalmi szakadékok vannak szó szerint, nem is csak a társadalomban vannak szakadékok, hanem országok között is nagyon durva szakadékok vannak. Ugye hát nekünk az EU felé kéne hajlani, most a Svájc pont rossz példa volt ebből a szempontból, de mert ugye az nem EU tag, de innentől kezdve egyébként akár lehetne is az, de hülye lenne EU tag lenni, pont abból kifejezően, hogy itt elég jó lét van. Tehát, hogy igen, sajnos ez így működik, ezzel együtt kell élnünk. Ettől függetlenül mondom azt, hogy azért a technikai eszközök ára az nem feltétlenül a világpiaci árakhoz igazodik egyébként. Tehát, hogy nem feltétlenül van ilyen módon hatással rá. Sajnos ez a cégeknek, tehát most az előbb kiemelt Apple, illetve az összes több olyan cég, akik már akkorák, hogy és ugye ismerjük, ez egy ilyen tipikus emberi tulajdonság, hogy minél nagyobb, annál inkább nem elég nagy. Tehát, hogy márhogy magának. Tehát, hogy minél több pénze van, annál több pénzre van szüksége. Mert a sok pénzből, a pénzből lehet pénzt csinálni, ból indulunk el odáig, hogy a sok pénzből meg még több pénzt lehet csinálni. Tehát, hogy, és ez egy ilyen természetes folyamat. Most az, hogy annyiba kerül, mint egy autó, hát már most is annyiba kerül, mint egy autó, nem kell az pár évet várni. Tehát egy használt autó árába kerül az iPhone, nincs mese. Tehát, hogy jó, nem a vadonatúj autóké ennek az árába, de annyit nem is ér valószínűleg. Nem, mint hogyha ennyit, amennyit most kerül, ennyit érne, de ezt majd mindenki eldönti magának. Vannak azért olyan telefonok, amik nem ennyibe kerülnek, hanem mondjuk tizedennyibe. Pont most nézegettem egy mostanában Magyarországon is megjelent gyártót, vagy hát mostanában, most már pár éve itt van, de most már tényleg Magyarországon is itt van, ugye nem akarom kiemelni a cégnek, bár hát most az Apple-t mondtam, akkor végülis miért nem mondhatom, a Xiaomi-ról van szó, hogy milyen telefonokat adnak, és mennyiért, csak úgy kíváncsiságképpen, és ugye most már, ahogy mondtam, van support minden hozzá, hát tényleg tized annyiért, vagy mit egy nyolcad annyiért kapsz egy egész jó telefont, ami persze nem ugyanaz a kategória, mint az iPhone, na de azért szerintem bőven elegendő, nem? Tehát most mire kell őszintén, tehát, hogy a legcsúcsabb, legújabb iPhone? Tehát ez a villogás egyébként, erről majd holnap fogunk beszélgetni, ha minden igaz, Danival, aki ráadásul iPhone tulajdonos, és egyébként mondjuk úgy, hogy Apple párti, és szeretek mindig olyan emberekkel kicsit
vitatkozni, mert vitatkozni jó, akikkel más véleményen vagyunk. Bár egyébként szerintem a véleményünk az néha közeledik egymáshoz, még hogyha ezt nem is vallja be ő. De a lényeg, hogy egyébként igen, van egy ilyen hír, majd holnap fogunk erről, vagy hír, hát egy ilyen téma, amiről majd holnap fogunk egy kicsikét beszélgetni, hogy igazából az embereknek van egy része, akik azért vásárolnak csak maguknak eszközöket, hogy villogjanak vele, ugye? Tehát ez az ismerős történet. Megengedheti magának, és akkor miért ne? Tehát ez tipikusan az a kategória, mint amikor vesszük a nagy, több 10 millió sportautókat. Most őszintén praktikus az? Nem. Lehet vele közlekedni a magyar utakon? Nem. Akkor minek egy ilyen autó? Azon ki, hogy villogjon vele. De most őszintén. Ez nem irigykedem, félreértés ne essék. Én nagyon ezt szállok az irigységtől, tehát nem sosem voltam jellemző, hogy irigylek bárkire is, bármiért. Van persze olyan dolog, ami miatt az ember irigykedik, de nem az, nem az anyagi részek, amire az ember, vagy legalábbis én irigykedek. De igazából igen, tehát hogy furcsa felfogás az, hogyha valaki csak ezért vásárol, hogy meg akár egy terméket, akár egy iPhone-t, vagy valamit, hogy azon villogjon. Aztán utána meg visszaívó SMS-t küld, mert ugye nincs pénz a kártyáján, de azért a legújabb iPhone lapul a zsebébe, ismerjük ezt a szindrómát. Úgyhogy majd erről holnap kicsit bővebben beszélgetünk. Na nézzük, mi van itt még. Azt mondja, hogy... Ja, ez már volt, de lehet, hogy már itt jobban látok viszont, hogyha itt vagyunk. Azt mondja, Lenin azt mondta, hogy tanulni. Ja, bocs, félreértettem. Akkor kimondta azt, hogy dolgozni. Ja, senki? Nem is kell dolgozni? Hát akkor megyek haza, sziasztok. Nem, vicceltem természetesen. Miklós írja, hogy nekem S9-em van február óta, mióta megjelent az S10, csak a jövő tavasz nyár környékén lesz. Hogy S10 csak a jövő tavasz nyár környékén lesz. Ja, hogy lecseréled rögtön. Hát figyelj, ez is egy te tudod, te dolgod. Igazából, ha jobb lesz, akkor biztos érdemes időnként cserélni egyébként. Tehát minden évben szerintem az túlzás, de persze mindenki arra költi a saját pénzét, amit akarja, Isten őrizze, én bárkinek a zsebébe akarjak turkálni. Ja, hogy Norbi írja, Norbi... Igen, azért kell fordítva menni a hozzászólásokkal, rájöttem egyébként, még az praktikusabb is. Szóval, hogy kiadták az S9-et, de már az S10-et tervezik. Hát az S9-et azt ugye még tavasszal adták ki, ahogy itt a Miklós is mondta, és hát az, hogy tervezik, hát szerintem már akkor tervezték, amikor az S9-et kiadták. Tehát ne legyenek kétségeink, a technológiai nagy vállalatok, azok évekkel előre gondolkodnak. Tehát évekkel előre gondolkodnak. Hát mióta halljuk például a kijelzőbe építhető új lenyomatolvasónak a koncepcióját. És van már olyan gyártó, aki ezt kiadta, de ugye még nem teljesen tökéletes. Tehát megy a kis tökéletesítgetés. És majd a nagyobb, nevesebb gyártók akkor fogják ezt a technológiát majd már alkalmazni, amikor majd már tényleg tökéletes. Tehát itt évekkel előre gondolkodunk. Most nem az, hogy most S10 vagy S85 vagy hogy hívják, már lényegtelen, most nem a nevét találják ki valószínűleg először, hanem különböző koncepciókat kezdenek el követni, és azokat a koncepciókat megpróbálják mindig megvalósítani. Vagy a hajlítható telefonok koncepciója is ugyanez. Hát már mióta halljuk ezt is meg? Ugye látunk, már 2 évvel ezelőtt láttuk ugye a CES kiállításon például egy prototípust, amiben ezt megpróbálták bemutatni. Nem tökéletes, nem véletlenül nem jelentek meg még az ilyen telefonok. Állítólag jövőre, bár én félek, sőt, még már azt mondták, hogy az idén is lehet, hogy a Samsung már kiadja, de itt van a képben egyébként például a Lenovo vagy a Huawei, akik szintén szeretnék kiadni, nekik is van már prototípusként ilyen telefonjuk, majdnem, hogy kiadásra készen. Tehát itt most az, hogy tervezik, hát ez egy folyamat ugye a tervezés. Tehát ott aztán vannak határidők, amiket utána az van, hogyha igen, ki kéne adni, és akkor most akkor ki tudjuk már adni azzal az új technológiával, hogy várjunk vele még egy évet. És akkor itt van az, hogy például nem véletlenül van az, hogy a gyártók egy jó része, az 2 évente ad ki inkább valami újdonságot, és a köztes években
Tehát a köztes két évben, meg, tehát A év meg B év, akkor hívjuk így, A évbe kiadnak egy telefont, B évbe kiadják hozzá a faceliftet, tehát ugye a ránc felvart változottam, egy picit jobb, de olyan funkcionalitásbeli újdonságot nem tartalmaz. És akkor jön majd a következő A év, vagy C év, most tök mindegy, hogy hívjuk, amikor nagy valószínűséggel valamit fel kell mutatni. iPhone-nál most ez van. Tehát, hogy most kiadtak három telefon, csak hogy legyen nagy bőség zavar, de ha belegondolsz, egyik telefonnál se történt semmi egetverő nagy újdonság. Ugyanaz mind a három, mint az iPhone 10 volt. Csak most ugye megjött az S, picit gyorsabb, picit szebb, picit okosabb, picit nagyobb, az másik pont, hogy butább. Kicsit bővítették ilyen módon a palettát, de semmi olyan újdonság nem került bele, amire azt mondanánk, hogy wow, na ez milyen hasznos. Majd talán jövőre, vagy hát jövőre kell, hogy legyen valami, különben kanyec. Tehát na akkor az Apple nagyon elássa magát, hogyha jövőre sem dob ki semmi olyat. Hát jövőre az 5G lesz valószínűleg az, ami majd itt már nagyon kopogtat az ajtón, mind a szolgáltatók részéről, mind a mobil gyártók részéről, tehát nagy valószínűleg az 5G lesz, ami durrantás lesz, tehát már előre meg tudom jósolni. Ezen azt jelenti, hogy már évek óta dolgoznak, ugye? Tehát folyamatosan fejlődik a világ, ezt szerintem el kell fogadni. Ennyi. Aztán, ez már van, ja, másik ablak kell nekünk. Gergő írja nekünk, én csak azt nem értem, hogy most a Facebooknak minek kell lemásolni a YouTube funkcióját. Oké, hogy a bevétel, de mondjuk megnézek-e például egy 15 másodperces videót, és akkor a felénél berak egy reklámot. Szerintem valami mással kéne a Facebooknál előállni, mondjuk egy egyéni funkcióval. Nézd, szerintem 15 másodperces videóban nem fognak reklámot rakni, itt a hosszabb videókra fognak először is koncentrálni, a YouTube-on se raknak a 15 másodperces videókba, maximum az elejére reklámot, de még az se jellemző. Tehát a rövid videóknál nem szokták egyébként, még csak az se nagyon, hogy azzal kezdődik, mert ugye sok ilyen van már, az mondjuk tényleg idegesítő tud lenni, hogy nézel mondjuk egy YouTube-on egy playlistet, és minden második videónál, vagy van, hogy minden videónál, attól függ, hogy milyen jellegű videót nézel, van valami reklám az elején, amit persze át lehet ugrani jó esetben 5 másodperc alatt, de vagy van, hogy csak 5 másodperces, tehát nem is kell átugrani, ugye ezek az ilyen rövid reklámok, egyébként szerintem ezek sokkal hatásosabbak, de nem vagyok reklámszakember, de én inkább ezen kevésbé húzom fel magam, mint hogyha most hogy még nyomogatnom is kéne ugye tovább a videót, pláne hogyha mondjuk kiteszem a tévére, és úgy nézek videót, akkor most a Chromecast-on ott menjek be a telefonomba, kapcsoljam be, keressem meg a videót magát, úgy nyomjam, tehát hogy mire megtalálom, hogy lehet tovább ugratni, már tényleg tovább is ugrott, mert eltelt annyi idő. Tehát, hogy igen, értem én, de hát gyerekek, erről is beszéltünk sokat. Ingyenes szolgáltatás, valamiből élni kell, nem nekik feltétlenül, hát ez ugye bevétel megosztása, tehát ez jó a YouTube-nak is, vagyis hát a Google-nek, meg jó a felhasználónak is, aki az ott tartalmat állított elő, amit te nézel, ingyen, ugye bár, mert meg kell nézned a reklámot. És bármennyire is azt gondoljuk, hogy hát a reklám engem nem érdekel, engem csak felidegesít, hidd el, hogy tudat alatt ezek a reklámok hatnak. Tehát nem véletlenül van ez így. Ha ez nem így lenne, akkor nem lennének reklámok. Azért vannak a reklámok, mert tudat alatt hatnak. Azzal, hogy felidegesíted magadat, ahelyett, hogy felidegesíted magadat, vegyél egy nagy levegőt, és nem azt mondom, hogy nézd végig a reklámot, de ne húzd fel magad. És akkor innentől kezdve szerintem nincs ezzel különösebb gond, bár vannak természetesen olyan szituációk, amikor ez nagyon zavaró tud lenni, ezt aláírom. Jó, na nézzük... S10-ben fog debütálni a kijelzőbe épített új lenyomat olvasó. Hát igen, de ha belegondolsz, ez már egyébként 3 vagy 4 telefonban már debütált. De még nem 100%-ig tökéletes. A Samsung nagy valószínűséggel csúcsmodellbe csak és kizárólag akkor fogja belerakni, ha majd már tökéletes lesz. Tehát nem véletlenül nem rakta bele. Bele tudta volna már rakni az S9-be is. Sőt, lehet, hogy már az S8-ba is. Nem véletlenül nem rakta bele. Úgyhogy igen, nagy valószínűség az S10-ben már benne lesz egyébként. Bár egyébként vannak olyan kiszivárgott képek, amik alapján nincs benne.
Úgyhogy még az sem biztos, hogy belekerül. Tehát ezek mind olyan információk, amik lógnak a levegőben. Tehát a technológia, mint úgy, az létezik, ugye megcsinálta, a Synaptic ráadásul, azt is tudjuk, a Vivo Next, meg a nem is tudom, talán valamelyik Meizu telefon, lehet, hogy valamelyik Xiaomi-ba is van már, ha jól emlékszem, olyan, amiben ez megoldott. A kínai márkák, ők jobban bevállalósak ebből a szempontból, viszont ők beletesznek olyan technológiákat is a készülékeikbe, amik még nem 100%. Működik, lehet, hogy harmadszorra leolvassa az új lenyomatot, de ez olyan, mint az én laptopom, ebbe is van új lenyomatolvasó. Itt figyel. Felejtő. Tehát, hogy simogatom itt fél órát, mire bejelentkezik, ha egyáltalán bejelentkezik, vagy kiírja, hogy túl sok próbálkozás, és akkor inkább beütöm a PIN-kódomat. Tehát, hogy... De van, amikor meg elsőre, tehát, hogy jobb érzékelőket kell kitalálni, azt kész. Laci írja nekünk, nekem 4,7-es a telón, bőven elég lenne ez az 5,8-as méret, az már durva. Hát, figyelj, mindent meg lehet szokni, egyébként én azt mondom. A 4,7-es az már nekem kicsi. Tényleg, az már pici telefonban szerintem a 4,7. Úgy, hogy már megszoktam a nagyobbat. Tehát most ez a telefonom, ez 5,3-as, vagy 5,1-es, 5,2-es, nem is tudom most így hirtelen. És megszoktam. Az előző telefonom az 5-ös volt, 4,9-es. Tehát nem sokkal volt ennél kisebb, de már azt a telefonomat még megvan, a kezembe veszem, már olyan kicsinek tűnik ehhez képest. Tehát az ember megszokja, ha nagyobb, bár tényleg van egy olyan méret már, ami szerintem már egy idő után tényleg iszonyú nagy. Tehát, hogy nem praktikus, inkább úgy mondom. Vagyis hát legalábbis mobilként nem praktikus. Nem fér a zsebedbe rendesen, és így tovább. Meg első ránézésre tényleg, úristen, mekkora. Tehát, hogy iPhone 7 Plus, azt hiszem, az, ami azért szintén nagy, azt hiszem az 5-8-as, vagy ott valami ilyesmi a mérete, azt valamelyik nap a kezembe került, és mondom, Jézusom, mekkora ez a telefon, tehát, hogy ilyen iszonyúan nagy, már így nem is tudtad egy kézzel gyakorlatilag normálisan fogni, mert olyan bizonytalan vagy, hogy nyomogatod egy kézzel, próbálod nyomogatni az ujjad, de és egy nem éred el a másik oldalát, tehát már a másik kéz is kell hozzá, meg attól félsz, túlságosan nyújtózkodsz az ujjad, de hogy elejted a telefon, tehát, hogy igen, meg kell szokni, de tényleg, most az, hogy egy kicsit nagyobb, az 5-8 az már tényleg durva, de mondjuk a 4-7-hez képest az 5-3 még nem olyan vészesen nagy. Első érzésre igen, de utána szép lassan megszakod, és a másik lesz kicsi. De komolyan, vagy nem tudom, biztos volt kisebb telefonod is, azért ahhoz képest a mostani telefonod az jóval nagyobb, viszont ha visszaveszed esetleg a kezedbe a régi telefonodat, ami mondjuk kisebb, akkor ugyanazt az érzést fogod érezni, amit én most elmondtam. Tehát, hogy olyan kis, mi ez a kis játékszer, ugye? Na, aztán Laci, német Laci írja nekünk. Mennyi Laci van? Igen, Wendell, a No Bootable Device hiba üzenetet hogyan lehet javítani? Válaszodat köszönöm. Hát valami bootable device-t kell beállítani. BIOS-ba meg kell nézni, hogy miről akar bootolni a géped. És hát, hogy egyáltalán mi van ott beállítva. Ha jó van beállítva, és mit tudom én, a vinyód van beállítva, vagy az SSD-t, hogy arról bootoljon, és mégsem bootol, akkor sajnos ott valami sérülés van, és nem érzékeli a boot menedzsert, és ezért nem tud róla bootolni. Viszont az is lehet, hogy nincsen jól beállítva, és valami teljesen olyan eszközzel akar bootolni, ami vagy nincs, vagy nem lehet róla bootolni, és azért írja ki, hogy no bootable device, ugye hát ez gyakorlatilag benne a neve, és nincs bootolható eszköz, be kell állítani. Jó? Ha ne adj Isten az van, hogy vinyó van beállítva, és mégsem, akkor lemezt, vagy hát úgy lemezt, hogy ugye telepítő kell, telepítő, akár pendrive, akár lemez, és javítani kell az oprendszeredet, mert valószínűleg ott valami nem stimmel vele. De az is lehet, hogy a BIOS-ba kell először, sőt, az a biztos, először a BIOS-ba néz ki, hogy látja-e például a veremlemezt. De ha nem látja, akkor persze nem tud róla bootolni. Akkor viszont meg kell nézni, hogy miért nem. Miért nem látszódik az a merevlemez, esetleg kicsúszott a csatlakozó, nem kap meg föl tápot, vagy mi egyéb más lehet, tehát itt sok variáció van azért.
Aztán Roland, azért találták ki az oldaltáskákat, praktikusan ez sok, abban sok minden elfér, akár egy nagyobb teló is. Nem arról van szó, hogy nem tudod mibe vinni, mert azért a laptopomat én nap mint nap hurcolászom a táskájába is lehet vinni, de nem praktikus. Tehát ugye a telefon az arra van, hogy az embernek kezébe van, vagy a zsebébe van, csörög, előveszi, stb. Stb. Tehát, hogy akkor már nem telefonról beszélünk. Tehát, hogy tényleg az már az a kategória. Érdekes módon egyébként meglepő, hogy ezek olyan kis saját észrevételem, tehát semmi statisztika nem támasztja alá, de én azt vettem észre, hogy a csajok jobban oda vannak a nagyobb telefonért. Mert hogy ne kérdezzétek miért. Valószínűleg azért egyébként, mert ahogy te is mondtad, oldaltáska vagy retikül, most tök mindegy, de ők nem is a zsebükbe tartják általában a telefon, mert ugye a csajoknak kapásból a ruházat az ugye vagy szoknya, hogyha mondjuk olyan, vagy ha nadrág is, vagy farmer is, azon azért olyan konszolidáltabb zsebek vannak, kapásból nem férne, vagy szűk ruha, vagy nem tudom, ami persze nagyon jó, csak mondjuk tény, hogy nem annyira telefonkompatibilis, ezért a csajok általában a telefonjukat tényleg a retiküljükbe hordják. Tehát innentől kezdve azt vettem észre, hogy egyre több csajnak van körülöttem nagy telefonja. A pasik megmaradnak az ilyen közepes telefonméreteknél egyébként, mert ők úgyis belágják a farzsebbe, vagy a zsebükbe, azt köszönjük szépen. Tehát ez is egy ilyen érdekes, csak egy észrevétel, hogy például igen, lehet táskába is hordani, csak szerintem nem annyira praktikus. Tehát ez az én véleményem, hogy én a telefonomat általában zsebembe hordom. Vagy nem hordom. Tehát, hogy én tipikusan az vagyok, hogy valaki valahova megérkezek, és így lerakom valahova a telefont, és ott van. Néha azért nem hallom meg a csörög is, mert három szobával odébb vagyok, vagy nem tudom, és akkor vagy a kollégák hozzák utánam a csörög a telefonom, vagy mindig visszahívom, aki hívott, mert most én nem akarom mindig cipelni magammal a telefonomat. Tehát, hogy nem vagyok az a túlságosan telefonnyomkodós típus, úgyhogy de ezt mindenki másképp csinálja. Aztán UEFI módban jön elő, ha Legacy módban tökéletesen működik. Ja, UEFI módban jön elő, Legacy módban tökéletesen működik. Hát igen, Laci, mert ahhoz, hogy UEFI-be tudjál bútolni egy meghajtót, ugye ahhoz úgy kellett volna telepíteni rá az OP rendszert, mondjuk UEFI módban. Visszafele kompatibilis egyébként, tehát ha UEFI módban telepítetted rá, akkor Legacy-ba tud bútolni, fordítva nem. Úgyhogy igen, valószínűleg Legacy-ba telepítettél rá. Most ezek ilyen hülye hangzanak, de csak hogy rendbe tegyük akkor ezt a két fogalmat is. Ugye az UEFI, most már majdnem azt mondta, hogy új fajta módszer ugye a meghajtóknak a kezelésére és egyfajta újfajta BIOS vagy BIOS-talan hozzáférése a hardverhez. Sokkal gyorsabb egyébként, és sokkal praktikusabb, biztonságosabb az UEFI-ben, UEFI-t használni, tehát célszerű azokon a gépeken, amik ezt támogatják arra, vagy azzal bútolni, és úgy telepíteni az operációs rendszert is. A Legacy ugye a régi, hagyományos, cserélhető, megoldásos történet. Annak az az előnye egyébként, igen, hogy nem az adott hardvernek a dolgaihoz igazodik, hanem akár cserélhető bútolást is lehetővé, ezért a régebbi eszközök támogatják ezt. Kettő nem feltétlenül kompatibilis. Tehát az újabb, mint mondtam, az UEFI visszafele kompatibilis, a Legacy módban el fog indulni, de ami Legacy-ba lett formázva, úgymond, vagy úgy lett fölinstálva egy operációs rendszer, úgy nem fog tudni UEFI-ben. Ennyi. Hasi-tasi mindent visz. Hát, igen, olyan is van. Egyébként az is praktikus tud lenni, bár manapság ez egy divat kérdése, régen ez nagyon divat volt a 90-es években, manapság is divat, csak már nem a hason hordják az emberek, igen, a Dani mutatta, hogy már ilyen hát az oldaltáska helyett, vagy egyébként a régi hagyományos hasi-tasit lehet oldaltáskaként is hordani, mert nagyon sok emberen láttam olyat, és egyébként sokkal jobban áll, mint ha tényleg itt viszi, mint az erszényét a kenguru, tehát hogy... Úgyhogy
És nem kér kódot, igen. Persze, mert már minden új lenyomatos, hát persze, most már minek a kód hozzá. Vagy csak beszélsz hozzá. Ugye manapság azért tényleg a telefonhoz, ha mondjuk van egy fülesed, vagy akár Bluetooth fülesetet, vagy vezeték nélküli fülesetet, akkor már igazából hozzá se kell nyúlni, hogyha mondjuk telefonálni akarsz vele ténylegesen. Ha a hagyományos értelembe vett telefonálásról beszélünk, és nem a telefonnyomkodásról, mert az azért nem telefonálás. Itt van velünk Szombati Laci. Hello, Laci! Hello, sziasztok! Szia! Azt akartam hozzáfűzni még a UEFI-s dologhoz, amit el is felejtettem leírni, meg te sem említetted, hogy ugye partíciós táblát kell cserélni, tehát hogy több partíció van a merevlemezen, bezony, a tárolón, akkor ugye azt le kell róla azt törölni az összes partíciót, és ugye le kell cserélni a partíciós táblát GPT-re, MBR-ről. Hát igen, hát ugye, meg ugye ez pont azért lett kitalálva, mert az MBR-nek vannak korlátai. Bocsánat, hogy kinyúltam a képből, csak öntöttem inni magamnak, mert azt ugye elfelejtettem, és szomjan halok, úgyhogy egy pillanat csak iszok, mert már vattát köpök lassan. Szóval, hogy igen, tehát ugye ez ugye az új, nagyobb kapacitású, meg ugye a gyorsabb merevlemezek, SSD-k korszakában azt gondolom, hogy az MBR mint úgy az felejtős ebben a formában, vagy hát legalábbis nem célszerű ezt használni. És hát az UEFI meg ugye az újabb, de tökéletesen jó, amit mondtál, tehát igen, emiatt van az, igen, hogy visszatelez. Csak hogyha azért is szóltam előre, hogy tudjon róla, hogyha elkezdnéd telepíteni, akkor és még nem törölte le a partíciókat, számítson arra, hogy valahova ki kell menteni az adatokat, mert ez más. Ki kell, igen, nem is fogja engedni egyébként. Tehát, hogyha MBR-re van formázva mondjuk egy vinyó, úgymond, akkor egyébként nem fogja, nem, fordítva nem engedi, bocs. Igen, akkor hülyeségeket beszélek, mert fordítva engedi. Tehát, hogyha UEFI-be kezdesz el telepíteni, nem. Igen, UEFI-be kezdesz el telepíteni, akkor a régi MBR-es vinyóra simán fölfogja, vagy SSD-re telepíteni a rendszert, viszont ha fordítva csinálod, tehát MBR-re akarsz telepíteni, és korábban UEFI-s volt az a meghajtó, akkor hiába szeded le róla a partíciókat már a Windows telepítővel, ki fog írni, hogy erre a meghajtóra nem lehet föltelepíteni a rendszert. Tehát előtte teljesen le kell pusztítani róla a partíciókat. Ebben már futottam bele egyébként, hogy egy olyan meghajtóra akartunk telepíteni, ami korábban egy másik gépbe volt UEFI-vel, és egy olyan gépbe tettük be a vinyót, amiben nem UEFI van, hanem még nem tudja, mert régebbi, és nem lehetett használni. Tehát ki kellett venni, és gépartiddal meg kellett először szüntetni rajta mindent, ami van, és gyakorlatilag MBR-ré kellett varázsolni ugye a vinyót, és onnantól kezdve lehetett rá telepíteni. Amúgy megoldható simán a diszparttal is, hogyha a telepítőben nyomsz egy... Az nekem nem ment, próbáltam, azt is nem ment. Tehát, hogy letöröltem mindent, tök üres volt a vinyó, mégse engedte. Ne kérdezz, miért. Tehát gondolom kiadtad a konvert, hogy GPT parancsot. Persze, hát GPT-be kellett hozzá konvertálni. Igen, de nem engedte, mondom, tehát, hogy egyszerűen megcsinálta, és úgyse csinálta utána meg. Érdekes, a Windows telepítő. Bele, jó, mondjuk rétbe volt korábban, tehát lehet, hogy valami információk még voltak ott a fejlécben, ami miatt nem engedte. Mindegy, gépartid az olyan szinten le tudja pucolni a vinyót, vagy még vannak a régi hagyományos megoldás, lehet, hogy még egy csomó BIOS tudja az úgynevezett low level formatot. Na, az is teljesen lepucolja a vinyót, tehát azzal is meg lehet oldani a low level formattal formázza meg az ember. Így van. Jól van. És még ugye azért is jó, hogyha így használja utána a gépet, ugye tiltja a compatible support részt, ugye modult, mert ugye akkor innentől lehet használni a secure boot funkciót, és így akkor van. Ugye ez megakadályozza ugye a nem odaillő dolgok betöltődését, amikor indul a rendszer. Így van, illetve hát most már manapság, ha valaki UEFI-t, régen ugye nagyon sok vírus például magát a boot szektort támadta meg, bár ezt most már egyébként MBR-en belül is az op rendszerekben meg lehet oldani, de azért még mindig vannak olyanok, amikkel, tehát ilyen vírusok, amik még meg tudják ezt támadni. UEFI-nél ez szinte ki van zárva, hogy olyan szinten tönkre lehet tenni egy operát, egy merevlemeznek mondjuk a rajta lévő adatokat, illetve az operációs rendszert, hogy mondjuk ne lehessen azzal bebútolni. Tehát, hogy ez legalábbis vírus által, úgyhogy ezt a secure bootot jól kitalálták egyébként. Köszönöm, hogy hozzászólt. Oké, én is. Hello, szia. És akkor még nem beszéltünk, bocsánat, csak már
mindegy, már letetted, de úgyis hallod, Laci, remélhetőleg. Szóval, hogy a titkosítás, meg ilyesmi, ami manapság elég fontos, tehát mit tudom én, akár BitLocker, vagy bármilyen titkosítást is igazából az UEFI-s megoldásokkal lehet megcsinálni. Nem bérnél, ezek körülményesebbek voltak annak idején. Jó. Van még mindig egy pár percünk, úgyhogy bátran tessék hozzászólni. Újra kell húzni a rendszert, UEFI módban, igen, ezt is Laci írt. Aztán Edward írja nekünk, szia Vendi, jó a pólód, kifirkálta össze. Hát édesapa, nem tudom, kifirkálta össze. Azt se tudom, már hol vettem ezt a pólót, tehát hogy most majdnem mondanék egy márkát, de nem mondhatok, meg nem is tudom. Tehát, hogy így, de köszönöm szépen, hogy tetszik a pólóm. Gergő kérdezi, mit gondolsz az LG K10 telefonról? Nem tudom, nincs előttem, tehát hogy az ilyen kérdésekkel nem tudom mit kezdeni, mert amit nem ismerek, akkor nem tudom mit mondani, sajnos róla, tehát lexikon nem vagyok, meg hát annyi gyártó, annyiféle telefonja van, hogy most mindent nem is követem ennyire egyébként. Még mindig az a helyzet egyébként, hogy sokan kerestek meg engem olyan kérdésekkel, például, hogy milyen telefont vegyetek. Változatlanul nem tudok rá mit mondani egyébként. Tehát, hogy amíg a takaró ér, addig tessék nyújtózkodni árban, ezt ajánlom mindig. Ezek ilyen közhelyek, de igazából jó tanácsként szánom. Ne alsó kategóriás, tehát belépő szintű telefonban gondolkodjunk, még hogyha csak ennyi pénzünk is van, akkor inkább gyűjtsünk hozzá még egy picit, és vegyünk közepesnek számító telefont, ezeket tudom mondani mindenképpen. A felső kategóriásra senkit nem bíztatok, a felső kategóriának megvan az előnye, azt szerintem az mindenki sejti, hogyha valamelyik telefon jó drága, akkor az valószínűleg felső kategóriás, tehát hogy azért. És hát ott mennek igazából a versenyek, mert a közép kategóriában nem nagyon mennek a versenyek, tehát ott beálltak egy szintre, követik, mondjuk úgy, hogy a csúcs kategóriás készülékek butított formái azért ott vannak a közép-felső kategóriás telefonokban, ami nem jelenti, hogy azok rosszak lennének. Én magam részéről árban szoktam határt húzni. Tehát én jelenleg éppen a 150 ezernél húztam meg a határt, tehát annál drágábban nincs az Isten, hogy én telefont vegyek, de ez alatt fogok mindenképpen, tehát ez a maximum, amit ki fogok adni a telefonért, de szerintem még csak ennyit sem, ha a telefont kell vennem. Vannak bevált márkák, lehet nyugodtan gondolkodni a kínai márkákban egyébként, nekem nincs velük bajom, tapasztalatom is van egy-kettővel, az egy-két Huawei telefon már megfordult a kezemben, egész jók. Xiaomi, főleg a Redmi szériája, szerintem zseniálisan jó készülékek, és ezek nem érik el a 100 000 forintot sem, tehát nem muszáj 200-300 000 forintokért telefont venni, tehát aki nem engedheti meg magának. Bár teszem hozzá, ugye a különböző szolgáltatók ugye adják ezeket már részletre, tehát úgy, aki belevág egy ilyenbe, úgy havi pár 10 000 forint, vagy pár 1000 forint tud venni magának mobilt, ez is egy járható út, mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy ő melyik útra lép rá. Én bevallom őszintén, a hitelekből bőven elég, úgyhogy hitelre telefon nem fogok venni. Az szinte biztos. Jó, hát ennyi. Ennyi akkor. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek. Holnap akkor extrázunk egyet, összefoglaljuk a hét legfontosabb IT eseményeit, és persze kicsikét bővebben beszélgetünk majd azokról a dolgokról, amik itt történnek körülöttünk. Ha minden igaz, akkor Dani lesz itt velem, Szűcs Dani, úgyhogy a szokott idő ment 18 óra 25 perckor. Annyira szokott, hogy nem is tudom. Tehát, hogy 18 óra 25 perckor várunk benneteket a TV képernyők, illetve az internetes monitorok, vagy mobilok képernyőjelőtt. Nézzetek akkor is, szevasztok!